Köszöntöm a törzsasztal nézőit az Algyai Halászcsárdából. Nem is úgy érzem magam, mint vendéglős, aki pénzért ételt és italt árul, hanem mint vendéglátó magyar házigazda, akinek házát megtisztelik vendégei látogatásukkal. Vallott egyszer így Gundel Károly. Gyönyörű arcpoétika. Egyszerű, becsületes, szerény, végtelenül család, hivatás és emberszerető vendéglős volt. Neve úgy ford össze Budapesttel, mint Záheré Bécssel, Kempinskié Berlinnel, vagy Ritzé Párizzsal. 1883. szeptember 23-án született Budapesten. Édesapja Gundel János, akiről az előző adásban beszéltem. A Budapesti Kereskedelmi Akadémián tanult, a vakáció hónapjait arra használta fel, hogy Németországban, Franciaországban, Svájcban és Ausztriában nyelveket tanuljon, valamint a szakmát tanulmányozza. Megismerkedett César Ritzel, a zseniális hoteliével, akinek munkássága mély benyomást tett az ifjú Gundelre. 23 évesen a Tátra Lomnici nagyszálló igazgatóhelyettese, majd 2 év után igazgatója. Itt ismeri meg feleségét is. Család alapítása után 1910-től a budapesti Városligetben lévő állatkerti vendéglőt bérli, majd rövid ideig 1920-tól 25-ig a Royal szálló éttermeit, 1927-től pedig a Gellért szálló éttermeit bérli. Étlapjain a magyar és a francia konyha ételein kívül rendszeresen szerepelnek egyéni kreációi is. Ki ne ismerné például a Gundel palacsintát. Élete hasonlított a korabeli vendéglősökéhez. Reggel bevásárlás a vásárcsarnokban, aztán délelőtt személyzeti ügyek, délben és este a vendégekkel való foglalkozás, délután a szakirodalom tanulmányozása, szakkönyvek írása. Munkája mellett nagyon családszerető ember is volt. Gundel Károly 13 gyereket nevelt fel. Köztük ifjabb Gundel Károly, aki az 1939-es New York-i világkiállítás Gundel éttermének a vezetője volt, amely étteremről a New York Herald ezt írta. A Gundel étterem többet tett Magyarország jó híréért, mint egy hajórakomány turisztikai prospektus. Másik fia Gundel Ferenc, aki a vendéglátóipari főiskola alapítója és docense volt. Valamint a legifjabb gyermek Gundel Imre, aki a család krónikása lett, és a vendéglátóipari múzeum főmunkatársa volt. Rajtuk kívül számos Gundel leszármazott élt és él még ma is, többek között Latinovics Zoltán a színész király, Burtőr István a sikeres színész, és Frenrez Károly a rockzenész. Valamint Gundel Takács Gábor a népszerű tévés újságíró. A sor sajnos nem volt kegyes Gundel Károlyhoz, a háború vagyonjavát elpusztította, majd üzleteit államosították. De élete alkonyán, betegen is büszke volt arra, hogy az állatkerti vendéglő homlokzatán meghagyták a nevét. Közeledvén a karácsony, most egy ünnepi ételt készítünk, egy Gundel kreációt, aminek a neve Fogas Gundel módra. Ehhez szükség van mindenkelőtt fogasra. A fogas a süllő nagy testvére, tehát 1,5 kiló fölötti süllőt hívjuk fogasnak. A fogas már kifiléztük, és ebből szép szeleteket vágunk, amit majd ki fogunk rántani. Ugye a rántás az panírozás, ami lisztből, tojásból és zsemremorzsából áll. Megfőzzük a spenótunkat sós vízbe, gombát pirítunk vajban, szép apróra vágjuk, vajban meg fogjuk pirítani. Fogasunkat bőzsírban, panírozás után kirántjuk, készítünk egy parajájat, a leveles parajt a tányéron szétterítjük. Ezt egy kis fokhagymával fűszerezzük, icipici szerecsendió, őrölt bors, nagyon ki fogja emelni a paraj, vagy spenót, a hal ízét. Erre kerül a rántott fogas, erre kerül a vajban pirított gomba, aztán körbe spricceljük, düsesz burgonyával.
Ezt az egészet befedjük besamel mártással, ami úgy készül, hogy vajat olvasztunk, ebbe lisztet teszünk, és tejjel fölengedjük, majd szerecsen dióval, fehér borssal, sóval ízesítjük. És az egészet megszórjuk reszelt sajttal. Majd ezt a sütőben szép pirosra sütjük az egészet. Ez egy nagyon finom, igaz, hogy nem egyszerű, de nagyon finom karácsonyi ételnek is megfelel. Szerintem ünnepi asztalra való. Elkészült a fogasunk wundelmódra, amihez egy száraz fehér sárdonébort ajánlanék, ami nagyon jó ki fogja egészíteni az ételünket. És kedves nézők, engedjék meg, hogy mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánjak. Innen az Algyai Halászcsárdából várjuk Önöket továbbra is, viszontlátásra!